A legeslegjobb barátomat, a főszervizest, akinek sok mindent köszönhetek. Elsősorban Morgán Ferinek az autót, ugyebár, hogy lehetőséget adott erre a versenyre, meg felkészítették az autót. Két éve nem ültünk kocsiba, kocsizunk egy jót, jól érezzük magunkat, továbbiakat nem meglátjuk a célba. Régen merre láthattunk benneteket is, mivel? Tamási Motorsport Szilveszter Rally, hát sprinteken, javar és sprinteken, erre volt lehetőségünk, most meg megpróbáljuk újból. Mit lehet tudni az autóról, amivel mentek? Hát az autó ugyebár az 1.6-os H-s motor, Borodán Feri szervezeli Orbán motor, az autó motorja nagyon-nagyon tökéletes, fura is volt most így két év után. Van benne egy módosított tolósváltó, ugyebár 5-sebességes, Ladahíd van alatta, semmi módosítás. Bumit nagyjából elég széttel megyünk, középkeménnyel, ugyebár meg meleget mondanak, meg jól jöjjön most már. A továbbiakban meg furcsa végül is, mert két év után így visszaülni, tanulunk. Itt vagyunk Szirákon, milyennek találod a pályát? Hát nagyon gödrös lett. Melyik nagyon lesznek gödrös. Azok a részek, amelyeket meg kell ezt tisztelni, ahol esetleg igazán lehet? A hegy. Föl a hegyre, le a hegyről, visszafele és oda-vissza. Az kemény, én azt mondom. Milyen taktikával vágtok neki? Toljuk előre. Mit vártok a Petitől? Sok sikert, egy kalappal. Minden gyönyörű. Tolja neki? Kenny vágja. Ütöm egyébként a jobb oldalról. Ütni kell? Nem kell néha egy picit. Milyen itinert írtatok? Eltaláltok rajta? Hát valami lesz. Ha más nem hátra dobjuk, azt megyünk emlékezetből. Yeah.
Mesélj, milyen napotok volt? Nagyon jó napunk volt, nagyon pozitív volt, nagyon féltem tőle a két év kihagyás véget, de nagyon jó volt a technika, a háttér, a szerviz csapat, az autó, hála Istennek minden a szerencsén, meg az autó múlott, ami részemről nagyon-nagyon pozitív, saját magamat sikerült felülmúlni két év kihagyás után. Az eredmények azt diktálják, hogy úgy néz ki idő alapján, hogy sikerült megnyerni a kategóriánkat, a Lada kupát is. Túlszárnyaltam magam, megmondom őszintén, erre nem számoltam. Pozitív vagyok, minden happy, nagyon boldog vagyok, nagyon jól sikerült. Egyben visszük haza az autót, úgyhogy teljes pozitívum a nap. Milyen gondolatok jártak a fejedben az első szakasz előtt? Nyomta a hátadat a kormány? Mindig be akartam pisíni a rajtba. Nyugodtan tetted el ezt. Izgultam, mint mindenki. Bennem volt az a bugi-bugi stressz, egyebek, ugyebár fejben próbáltam a pályát összerakni folyamatosan, ami sikerült is, mert folyamatosan lefele menő gyorsokon tudtunk javítani 2-3 másodpercet. Az ötös gyors sikerült a legjobban, azt mondom, hogy 100%-os volt. Ott nagyon jó időeredményt tudtunk elérni a fölfelében. Abban háromszor egyforma időt sikerült mennünk, azt nem tudom, hogy csináltuk, de azért az utolsó két jobb hat, bal hatot sikerült a nézők kedvére lerajzolni, amitől még pozitívumot kaptam, mert hát ugráltak ki a pályára. Nagyon sok ismerős, nagyon sok barát, mindenkinek köszönöm a szurkolást. Nagyon jól éreztük magunkat tényleg, és még egyszer tényleg mindenkinek köszönöm. A szervíznek, Bologán Ferencnek ezt a jó technikát szeretném megköszönni, Orbánnak ezt a szívelelkét, ami csütörtökön került beépítése, neki is egy nagy köszönet, meg a Bologán Ferencnek a csapatának is, hogy ezt az autót a rendelkezésünkre bocsátották teljes 100%-osan, és egyszerűen kész. Megmondom őszintén, hogy nagyon pozitív volt. Az autó nagyon-nagyon-nagyon makulátlan volt, tényleg tudta a dolgát. Én nagyon féltem tőle, de egyszerűen sikerült ráérezni, még a kihagyás ellenére is, és egyszerűen hihetetlen. Azt tudom mondani, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Nagyon jól sikerült minden. Köszönöm mindenkinek, mindenkinek köszönöm. Thank you.